Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és elérkeztünk a Rainbow Six interjúk sorozat legújabb részéhez, amiben a vendégem az ICU-ból Bajó, azaz Körmendi Bence. Szia! Szervusz, sziasztok! Arra kérnélek így kezdésként, hogy mutatkozzál be úgy általában, ki vagy te, mi vagy civilben, és mióta játszol rainbow -ban. Hát én civil életemben történetesen anyagbeszerzőként foglalatoskodom, tehát logisztikus szakmában dolgozom, és uh, Rainbow Six 2017. augusztus óta teszi ki a mindennapjaimban azokat az órákat, perceket, amikor úgy már ráérek, és minden szabadidőmet ezzel töltöm, hogyha lehet. Hát Lassan három éve lesz majd nyáron. Szóval, uh, aki esetleg uh, nem tudná, uh, Bajó, ő az ICU-ban, az m ben teljesített, és játszottál egy egész szezont a csapatoddal együtt, úgyhogy lényegében erről fogunk beszélni. És uh, ugye ez azért aktuális, mert az alapszakasz véget ért, viszont számotokra ezzel együtt sajnos az egész m is. Ennek ellenére szerintem az egyik, hanem a legszimpatikusabb csapat letetek, és a közönség is nagyon megszeretett titeket. Ugye, hogy arról fogunk beszélni többnyire, hogy uh, ami nem ingém dolog, hanem hozzáállás, mentalitás, attitűd, azt hogyan lehet fejleszteni, és uh, ilyenkor mi számít? egy játékosnak. Úgyhogy beszéljünk is egyből arról, hogy ti milyen mentalitással mentetek neki az MNEB alapszakaszának, hiszen ugye elvileg nem is voltatok ott a nyolc csapat között, hanem egy héttel előtte tudtátok meg, vagy valami ilyesmi, hogy ti ott fogtok lenni Magyarország legjobb csapatai között. Ez így van, ez így van, ugye az előselejtezők alatt a kilencedik helyen végeztünk, és hát nem voltunk azért akkor sem szomorúak, tehát teljesen büszkék voltunk magunkra, hát persze az egy hely a nyolcadik helytől azért egy picit ugye elszabarított minket, de ezt be tudtuk annak, hogy van hova fejlődni, és tehát tisztán emlékszem, hogy Brudallal fifáztunk, <laughs> egy éjszakában nyúló fifa volt, amikor jött egy e-mail, hogy egyébként akkor úgy beugorhatnánk, és akkor így még egy a közepén, hogy összezsőrítettük a csapatot, és tulajdonképpen ez még azon az éjjel eldőlt, hogy meg is válaszoltuk, hogy ott leszünk, és tulajdonképpen tényleg így belecsöppentünk az egészbe, de hatalmas izgalmakkal vágtunk neki, és úgy voltunk vele, hogy ebből csak jól jöhetünk ki, csak tanulhatunk belőle, jó csapatok ellen fogunk játszani, profi csapatok ellen fogunk játszani. Igazából a tanulás volt a fő szempont nekünk, meg a tapasztalatszerzés, meg egy hatalmas élmény volt, az egészet élveztük nagyon, úgyhogy nagyon örültünk neki. Ott lehetünk, és abszolút jó szájízzel távoztunk így a végén. Tehát igazából úgy fogtátok fel, mint egy lehetőséges, és, és nem görcsöltetek rá, hogy úristen, most egyhetünk hetünk van felkészülni, hanem tényleg a játék öröméért és a, és a lehetőséget kihasználva neki Így mentetek van. ennek az egésznek. Uh, nagyon, nagyon király. Egy picit ugorjunk vissza uh, addig, hogy uh, mikor fogalmazódott meg benned vagy bennetek, mert gondolom azért egy baráti társaság is az ICU egyben, uh, hogy, hogy kompetitív szintre vinnétek ezt az egészet, és uh, és hogyan alakult meg ez a csapat? Hát ennek az elősztori az nagyon vicces, mert egyébként pont egy Gaming is Fun Siege kupa volt, ami első versenyünk ICU név alatt. Mondjuk a jelenlegi formációból csak hárman vagyunk ott, a mostani csapatban is, akik akkor is ott voltak. Tehát az volt nekünk az első ilyen, ilyen versenyszerű dolog, előtte csak mentek a keresőel, meg a ránkmeccsek. És igazából ott tapasztaltuk meg először azt, hogy itt, itt sokkal komolyabban állnak az emberek a, a játékhoz, jobban tisztelik egymást, nincsen itt toxikoskodás, meg régyelés, meg, meg orbaszájbarásolás. És igazából ez nekünk nagyon-nagyon tetszett. Tehát igazából az volt az a pont, miután úgy eldöntöttük, hogy nekünk ez az irány ez így bejön, és akkor kezdjünk el rendesen taxolgatni. Uh, amatőr versenyekre jelentkezni, kapokra menni, edzéseket úgymond tartani, amikor csak tudunk, és, és akkor indultunk el ezen az úton, így utána jött az emlep is ugye később. Nagyon jó, tehát uh, említetted te is, hogy uh, mennyire megtetszett ez a, ez a toxikmentes környezet, és ez a kicsit csillesebb, de mégis komolyabb hangvételű játék. Én is ezt szerettem igazán egyébként, amikor annó játszottam pár hónapig kompetitíven, hogy tényleg ott azért van az ellenfél is, amiért te, és nem azért, hogy mondjuk a te életedet megkeserítse, vagy hogy neked uh, cseten beszóljon valami jó a nap végén, amikor te csak tényleg kikapcsolni akarsz. Úgyhogy uh, ezzel abszolút uh, egyet tudok érteni. És ha már uh, beszéltünk a kompetitív szintről, uh, mit, mit tartasz legfontosabbnak? Uh, milyen élményekkel szeretnél távozni egy kompetitív meccsről? Nyilván szeretnéd megnyerni, de ezen felül még szerinted mi az, ami elválasztja ezt egy, egy ranked élménytől? Hát egyértelműen, amiről beszéltünk is, már érintettük, ez az, az nek a tisztelete maximálisan illetőleg az, hogy a lehető legalaposabban fel tudjunk készülni mondjuk egy adott csapat ellen. Tehát itt az emneben is tapasztaltuk azt, hogy a soron következő mérkőzés előtt természetesen megnéztük az adott csapatnak a meccsét, föl tudunk rá készülni, tehát sokkal profibban tudunk ennek az egésznek nekifutni. És nagyon fontos nekünk, mint csapatnak, hogy leszűrjük a következtetéseket. Mit rontottunk el, mi volt jó, mi volt rossz. A csapat szellem nagyon fontos, hogy együtt legyen, én úgy gondolom. És ebben nagyon sokat tudunk így fejlődni. Mindenkinek tudnia kell, hogy mit kell csinálnia, és hát ugye azért zöldfülüként, meg úgymond fekete bárányként, ugye mi rengeteg ilyenbe belefutottunk, és ezeket nagyon-nagyon tovább szeretnénk így fejleszteni, hogy még jobb legyen ez a kompetitív meccsek során majd. Tehát nekünk ezek, ezek a legfontosabb dolgok. Meg az, hogy nagyon jó viszonyt tudtunk kiépíteni a csapatokkal. Tehát nagyon sok csapattal jóba lettünk, úgymond, így az m alatt profi csapatokkal is. Úgyhogy ez, ez csak jó sülhet el számunkra a jövőben is. Na hát ennek nagyon örülök, és akkor összességében mondhatjuk, hogy az Emneb tényleg egy elég fontos dolog volt a, a, csapat életében, de minden, minden további ilyen, ilyen, nem is tudom, direktbe feltett kérdések nélkül, hogy éreztétek ezt az első szezont belülről, tehát volt -e esetleg valami olyan, amit azt szeretnétek, hogy mondjuk máshogy legyen, ha sikerül mondjuk a második szezonra bejutnotok, amire abszolút megvan az esélyetek, mert ugye ti kiestetek, és tulajdonképpen ha ugye a második szezonban újra szeretnétek játszani, akkor megint át kell menni a selejtezőkön, Aha. de a selejtezőknek talán ti vagytok az egyik legnagyobb esélyesei, szóval mi az, amit, amin te egy picit változtatnál, mert eddig többnyire csak pozitívumokat mondtunk, most mondj valami olyasmit, ha van nyilván, nem kell direkt kitalálni valami rosszat, ami mondjuk annyira nem tetszett, vagy lehetne egy picit, picit másabb? Hát én, mindenképpen úgy gondolom, hogy amit mi magunkon észrevettünk így a versenysorozat alatt, és rá kellett döbbennünk így már egyből az elején, hogy tulajdonképpen nem igazán tudtunk jól és szervezetten támadni. Tehát az nekünk nagyon nagy hiányosságunk volt, és ezt a verseny közben próbáltuk is kikupálni, tehát abban mindenféleképpen rengeteget kell fejlődnünk. Természetesen a védelmünkön is van mit erősíteni, és amit nagyon fontos, és szeretnék is kiemelni, hogy nagyon nagy célkitűzésünk, hogy szerezzünk egy kócsot magunknak, a jelen pillanatban a csapatunkban Brudal, mint csapatkapitány, egyszerre működik játékosként és kócsként is. Nagyon megterelő tud lenni neki, úgyhogy elengedhetetlen lesz, hogy szerezzünk egy kócsot, és ez nagyon sokat tudna segíteni nekünk, neki, úgy az egész csapatnak. Egy külső szem, aki, aki jobban átlátná a dolgokat, azt szerintem rengeteget lendítene rajtunk így előre. Ezen kívül természetesen próbálunk a csapat összedolgozni, egymásnak drónozni, tehát ugye a támadásokat nagyon kiépíteni profibbá tenni, úgymond ez nagyon nagy hiányosságunk volt, én úgy gondolom. Aha, értem, és most ugye ezt a csapatról mondtad. Az előző kérdésem egyébként jó, hogy ezt is elmondtad, de talán egy picit inkább arra irányult, hogy magával a bajnoksággal kapcsolatban. Tehát esetleg a hm. szervezés, vagy valami olyat, amit úgy láttál, hogy, hogy a játékosoknak még jobbá tehetné ezt az élményt. Hát igazából a szervezésben, amit mi tapasztaltunk, ugye rengetegszer próbáltunk itt meccseket cserélgetni, ami mi nem jöttünk ki annyira rosszul, mert sajnos nem tudtuk javarészt megoldani. Tehát igazából a meccs-cserék voltak, ami ami akadályt jelentett. De ezen kívül én úgy gondolom, hogy a szervezés maga a versenynek, amit mi ebből láttunk, az teljesen rendben volt. Nem volt vele problémánk. Nem tudok a magáról a szervezésről, én nem tudok rosszat mondani egyébként. Magunkról, magunkról tudok azért, hogy miben nem itt fejlődnünk, de de maga a verseny az szerintem nekünk rendben volt, de nyilván lehet, hogy ezt azért is mondom, mert fülek vagyunk, és nem voltunk még sok ilyen versenyen, sőt konkrétan ez az első ilyen nagyobb versenyünk, hogy nincs még nagyon összehasonlítási alapunk sem, hogy nem biztos, hogy teljes képet tudok erről adni most. Oké, okay, értem. Akkor mondhatjuk, hogy úgy tovább, hogy fejlődtök, vagy mm -hmm. megpróbáltok legalább fejlődni, és a következő szezonra abszolút megcélozzátok azt, hogy újra, újra bejussatok. Egyértelműen így van, és 8. helyet meg tehát nem 98. helyet célozok alapból legalább, vagy annál jobban. Még azt szeretném megkérdezni, hogy mit éreztetek akkor, vagy mi volt a csapaton belül a hangulat, amikor a THR ugye visszalépett, és ezzel elég nagy esélytek lett arra, hogy ott létek a rájátszásban, aztán végül nem jött össze, de a One Piece tudott ezzel élni, talán fogalmazhatunk így, mert így csak egy csapat esett ki, akik ti voltatok, de ennek ellenére is minden meccset nagyon komolyan vetetek, nagyon profi volt a hozzáállásotok, és tényleg rádírtam, hogy kéne egy, egy idézet, vagy egy-két mondata a következő meccsről, szinte egyből válaszoltál, lehetőséget szerint egyből, és mindig, mindig profi volt a hozzáállásotok, és az attitűdötök, tehát mi motivált titeket? Mert ugye folyamatosan jöttek a lúzok, min tényleg minden, minden, sértés nélkül ne, ne úgy vedd, érted? Persze, persze. De szóval mi motivál tovább, mikor látod, hogy valami nem működik? Nyilván voltak biztató jelek, voltak jobb meccsek, ott volt, amikor mikor elvittétek a spiritet overtime-ra. Ott volt a Random Guy-nak az észre, amiről annyit beszéltünk. Vagy ott volt éppen a Coastline-on a múltkor az a hétöt, amin egyébként te nagyon jól játszottál személy szerint is tehát voltak biztató jelentek viszont többnyire azt láttuk hogy hogy az ICU az, az gyengélkedik, mégis mi motivált benneteket? Továbbra is a, a legjobban a, a tanulást, illetve a tapasztalatszerzést tudom kiemelni. Minden meccsnek tényleg úgy mentünk neki, hogy, hogy ebből csak jól jöhetünk ki, csak tanulatunk belőle, véresen komolyan vettük, tehát véletlenül se volt az, hogy, hogy tudtuk, hogy mondok egy példát, a vágy ellen játszunk, akkor, akkor nem az volt bennünk, hogy jó, hát ez tuti vereség, hanem ugyanúgy álltunk föl, vagy legalábbis fejben úgy voltunk vele, hogy ha egy-két kört nyerünk, nekünk már az is, az is tök nagy elismerés. Persze be tudtuk tájolni magunkat, hogy hol helyezkedünk el így a ranglétrán, de ez egyáltalán nem tartott vissza minket abban, hogy küzdjünk, és hát ami nagyon fontos, hogy, hogy egy picit itt azt éreztem, hogy az egész csapaton, hogy, hogy, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és most kell megmutatni, hogy mit tudunk, legyen az egy nyert kör, vagy a random guy a klácsa, vagy bármilyen momentumot, amit kiemelünk, aki személy szerint egy-egy embernek egy jó momentum, egy jó kill, egy jó kör, egy jó info, amit itt csapaton belül megélünk, nekünk ez mind-mind motiváló volt, és hát a kudarca szerintem ugyanúgy szükségünk van, és az nagyon nagy tanító tud lenni abból lehet igazán jókat fejlődni, és hogyha fel is ismerjük a hiányosságainkat, és ez szerintem nekünk nagyon jól sikerült is ezen a versenyen. Az utolsó meccsnek is tényleg úgy mentünk neki, hogy mindent bele. Amikor visszalépett a THR, picit úgy nyilván örültünk, vicces volt, hogy úgymond mégiscsak nyertünk két meccset, de hát nyilván tudtuk, hogy ez nem valódi győzelemnek minősül. A remény ott maradt, matematikailag. És hát úgy is küzdöttünk továbbra is, hogy hát, hogyha még becsúszhatunk, nem jött össze, de nem volt bennünk csalódottság, megtettünk mindent, magunkkal elégedetek vagyunk ilyen szempontból, de persze tudjuk, hogy van hova fejlődni, de a küzdelem az az végig bennünk volt, és, és nagyon jó volt, nagyon jól összekovácsolt minket még jobban, tényleg is csapatszinten is, úgyhogy ezt, ezt nagyon meg kell ragadni, és ezt tovább kell vinni. Ennek lehet eredménye, én úgy gondolom, a jövőben, hogyha erre ráfekszünk rendesen. Na ezt nagyon jó hallani egyébként, uh, szoktam nézni nagyon híres uh, streamereket, amikor mondjuk go játszanak, uh, vagy, vagy ismert pro League játékosok, e? és uh, sajnos, um, hát nem azt mondom, hogy gyakran, de azért rendre megesik az, hogy mondjuk tiszteletlenek itt-ott a, a, akár mondjuk az ellenféllel, akár csapattársal, de ti, annak ellenére, hogy tudtátok, hogy esélytelen, ti vagytok az esélytelenek gyakorlatilag minden meccsen, annak ellenére tisztelettel voltatok a nézők felé, mi mifelénk, a a kommentátorok felé, az ellenfél felé, szóval ez, ez tényleg le a kalappal, és nem akarom megbántani a THR-es srácokat, mert tényleg rosszul jött ki nekik a lépés, de valahol ti az ő ellentetjük vagytok ebben a történetben, mert ők visszaléptek annak ellenére, hogy hogy papíron azért ott uh, nagyobb uh, nevek játszottak, hogy így uh -huh. fogalmazzak, meg ugye van egy org mögöttük, egy THR, ez egy nagyon nagy org Magyarországon, és <kül> mégis ti voltatok az, akik. Azért is végigcsináltátok, és végigbenetek volt ez a küzdőszellem. Úgyhogy uh, van itt olyan dolog is, amit például az ICU-tól tanulhat, akár egy-két pro League játékos is, akiknek szerintem az attitűdje mondjuk uh, nincs helyén, bár nyilván ezt külsőként egy picit nehezebb megítélni. Aha. Tehát akkor. Uh, te is azt tudod mondani, ha jól értem, hogy aki esetleg mondjuk most kezdőbb, és mondjuk akár tőletek emnebb játékosoktól kérne tanácsot, akkor mondhatjuk azt, hogy az attitűd és a hozzáállás legalább olyan fontos, mint mondjuk az in-game skill. Egyértelműen. Egy. Oké. Okay. Még hogyha ez külső szemmel nem is úgy tűnik elsőre, de ennek nagyon sok foganatja lehet azért. Igen, igen. Ez olyan, mint játékon belül sokszor mondjuk azt, hogy a játék intelligencia van olyan fontos, mint mondjuk az zaim. És ez, egy, ez is egy hasonló dolog, csak ez már játékon kívül, hogy a hozzáállás van olyan ö, fontos, mint a, mint a tehetséged. És ö, én nem azt mondom itt, hogy, hogy ti nem tudtok játszani, csak a hozzáállásotok volt jó. Ellenkezőleg, hogy a hozzáállásotok miatt lesznek, vagy lesztek ti nagyon-nagyon jó játékosok, akik akár egy-két szezon múlva ott lehetnek az MNAP top mezőnyében, mert nem, nem akarok nyilván neveket mondani, de ismerek olyan top csapatot, ahol például sokkal rosszabb a belső morál, mint nálatok, meg kifelé is teljesen másabb képet mutatnak, szóval tényleg le a kalappal. Akkor most térjünk át egy kicsit lightosabb témára. Azt szeretném megkérdezni, hogy melyik volt a kedvenc meccsed a szezonból? Hát, ahogy te is említetted a kommentálás alatt, hogy talán az utolsó One Piece mérkőzésünk, tehát a második One Piece mérkőzésünk, ott éreztem magamat a legjobbnak, és talán a legfelszabadultabbnak. És nem azért, mert tudtuk, hogy vége a versenynek, hanem talán addigra jöttem én belül annyira bele ebbe a verseny feelingbe, hogy, hogy már úgy nem az, hogy kezdtem megszokni, de annyira rutinszerűvé vált, hogy minden héten, két napon megyünk és csináljuk, hogy mivel nekem ez nagyon új volt, és talán visszatérnék az előző kérdéshez, hogy mibe kéne fejlődni, mert hát ezt is odasorolnám, hogy azért volt bennem egyfajta druk, nyilván egyfajta Verseny, druk, hogy azért itt az én nagy csapatok ellen játszunk, és élesben megy a történet. Tehát ebben is fejlődnöm kellene, de én ott, nekem az volt talán a kedvenc mérkőzésem, ott jól jöttek ki, nagyon a lépések, nekem én azt választanám talán. És Na, ha hát, igen, még egyet számított, jó volt. Akkor, akkor még talán a a, a elleni mérkőzést emelném ki, az elsőt, mert majd hogy, hogy nem nagy haverságok születtek, úgyhogy ott inkább hangulatban volt nagyon jó az mérkőzés. Értem, értem. Tényleg nagyon sok pozitívumot kiemeltünk az m és úgy a kompetitív játék kapcsán, úgyhogy most az esportról térjünk egy kicsit át a magára a játékra, és hogyha mondjuk te Rainbow Six fejlesztő lennél, akkor uh, hogyan nyúlnál bele a játékba, vagy egyáltalán változtatnál-e valamit, behoznál-e valami újdonságot? Lehet ez mondjuk egy mód, egy operátor, egy pálya, valami feature, valami volt-e eszedben, ami így, amit így hiányolsz a játékból esetleg? Uha, uh, na erre a kérdésre nem számítottam. <laughs> nem igen, ez. Nem direkt sosem ez... írom le előre a, ez, az interjú ez... alanyoknak, hogy, hogy ne legyen ideje átgondolni, és tudod, mondja, ami, ami a szívén. Ez, ez, most bevitt a Mánásba. Én megmondom az őszintét, hogy nekem a legnagyobb problémám jelen pillanatban egy némelyik operátora, hogy annyira nem életszerű már az a skill, ami neki van, hogy valahogy kedvem sem nem neki pink egyáltalán, már csak ezért sem, mert nekem nem életszerű az, vegyük példának a lyon -t. tudjuk, hogy azért most már eléggé meg van gyengítve, tehát az, hogy, hogy ő Akkora pontosan megmutatja, hogy ki hol van, meg, tehát így, így a világ, nekem ezek, nekem ezek a picit, nekem ezen változtatnék azért, tehát kicsit életszerűbbé tenném magukat, a gadgeteket az operátoroknál, mert egynémelyiknél szerintem picit túllőttünk a célon, talán így hirtelen ez az első, ami eszembe jut, ami változtatnék, uh -huh. ezeket úgy helyettem, alakítanám, helyettem, hogy életszerűbbé. Megmondasz. Hát igen, azért, a, te mi, mióta játszol Rainbow-val? Tehát, hogy mondjuk melyik szezonban? Hát, Vagy megjelenés ilyenem... óta? Nem, 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 én később csatlakoztam, én 2017. augusztus. Az a kor. Blood Orchid és a Operation van. Health. Ez van. a két dolog, ugye a Németország illan akkor volt. Uh, igen, akkor jött be a Legion, meg, meg Ella, meg <coughs> Ying. És uh, szóval azt akartam mondani, hogy aki mondjuk korábban kezdte, és megvan az original Rainbow Six feelingje, Azért az nagyon más volt, amikor tényleg reális gadgetek voltak, vagy bocsánat, realisztikusak. Tehát mondjuk pulznak volt a legelvadultabb gadgetje azzal, hogy látja a szívdobbanást falon keresztül. <laughs> És akkor most mik vannak ahhoz képest? Tehát a pulse szenzor az már egy teljesen általánosnak tűnik. Akkor Agyalabban. az volt a legszkifisebb. Leg, meg ne felejtsük el, hogy akkor azért, mert a teljesen más alapult. Most, most azon múlik, hogy kinyár mondjuk egy kört vagy melyik csapat, hogy ki tudja jobban úgymond kijátszani a kártyáit, amit összeválogatott arra a körre, azokat a képességeket jól időzíteni, jól pozícionálni, stb. Régen azon múlt, hogy mondjuk kinek volt jobb fegyvere meg a aimja. És ez egyébként nem baj, csak egy picit elkanyarodott az eredetitől. És lehet, hogy te is ezt hiányolod valahol. Így van. Meg én, Így van, is, ezt érzem, egy picit... én is. Jó, hát akkor. Igazából köszönöm szépen az interjút, esetleg még valami, amit szeretnél mondani a rajongóknak, akik mondjuk megismertek az m és szeretnék követni a csapatot, hol látnak titeket legközelebb, milyen közvetítésen, vagy, vagy milyen, milyen meccseken? Hát minden héten igyekszünk részt venni az összes Nightcapon, de hát nyilván arról nincsen stream, úgyhogy most így hirtelen, mivel még? fejből nem tudom, hogy milyen streamelt meccsek lesznek, hát az m biztos, hogy indulni fogunk, és reméljük, hogy minél tovább fogunk eljutni. Ezen kívül természetesen lesz Facebook oldal is, most már streamelni is szeretném magunkat, tehát vannak tervek, úgyhogy szeretnénk megjelenni így a köztudatban most már egy a verseny után, hogy feldélegeztünk, és több időnk lesz ezzel is foglalkozni. Ez is terve van véve, úgyhogy megjelenünk mindenféle ilyen közösségi a tornán. Utolsó utáni kérdés, és nem is muszáj rá válaszolnod, ha nem akarsz, de... Esetleg egy org nem, nem keresett meg titeket, vagy valami. Vala, vagy esetleg ti nem akartok orkoz menni, vagy ez egy olyan dolog, amit nem ér, az szükségszerűnek. Mert ugye a többi csapat mind orgnál volt, ha jól emlékszem az emneben, uh -huh. Ti nem. És uh, uh -huh. azért van pár pozitívum, amit tudna nyújtani egy org. Tehát ilyen téren gondolkoztak esetleg? Mindenféleképpen terve van véve, sajnos még nem kerestek meg minket, mi viszont nagyon Szeretnénk uh, orghoz csatlakozni, úgymond, úgyhogy á, ez is abszolút terve van véve. Tehát, ha megkeresnének, azért nem szaladnánk messzire, Nem <laughs> maradjuk ebbe, úgyhogy reméljük a legjobbakat. hát, hát úgy, a sorsa, arra sodor. Hát, ki tudja, ki tudja, ugye minden nap jönnek be új orgok a Rainbow Six be külföldön és, és itt uh, hazánkban is. Úgyhogy én nagyon sok sikert szeretnék kívánni a jövőre nézve uh, neked és a, és a csapatodnak. Nagyon szimpatikusak vagytok, és ezt már nagyon sokszor mondtam, de tényleg a hozzáállásotok alapján Very, very top csapat vagytok az emneben, vagy voltatok az emneben, és sok sikert majd a, a és örülök, hogy uh, egy ilyen különlegesebb, kicsit speciálisabb interjút is Uh, tudtunk készíteni a csatornán, úgyhogy uh, nagyon szépen köszi, és uh, szerbusz, bajó! Én is köszönöm, köszönjük a csapat nevében is. Sziasztok! When they go, we...